Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Ubiquiti Rocket 5AC Gen 2 Prism teljesítménytesztjét. Nézzük is meg magát a terméket. Maga a termék három darab RPSM-re csatlakozóval rendelkezik, ebből a középső egy GPS szinkronizáláshoz szükséges. Ezen kívül rendelkezik egy darab RJ45-ös gigabites PoE-s porttal is. Továbbá a csomag tartozéka a GPS antenna, a tápkábel, illetve maga a tápegység is. A tápegység 24 voltos, 1 amperes. A tesztünket egy majdnem 12 kilométeres szakaszon fogjuk végrehajtani, ami erős zavartatású. Ezt a helyszínt a Datatrans Kft. Biztosította számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a helyszínre, illetve a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a tesztsorozatunk első ismertető részét. Akkor elsőnek nézzük meg a Rocket 5AC Prismnak a teljesítménytesztjét 80 MHz-en laborkörülmények között. A saját belső speed tesztjével 484x513 megabitet mértünk, az X-Fon műszerrel 68-as csomag mérettel 12,5x12,5 megabit per szekundumot, 512-es csomag mérettel 87x87 megabit per szekundumot, 1500-as csomag mérettel pedig 282x245 megabit per szekundumot. A MikroTik speedtest segítségével 0,9 millisekundumos pingidőt mértünk, a TCP downloadunk 323 és az uploadunk is 323 megabit per szekundum volt. Az UDP downloadunk 458, míg az uploadunk 481 megabit per szekundum volt. Nézzük meg, hogyan teljesít az eszköz zavart környezetben. A Ubiquiti Rocket Prism 5AC Gen 2-ben található külön chip, ez a Prism chip, ami segít az ajszűrésben. Mínusz 47-es jelszintet sikerült elérnünk. Nézzük az eredményeket 40 MHz esetén. Beépített speed teszttel 133x163 megabit per szekundum jött ki, az X-Fon műszer segítségével 68-as csomag méretnél 18,7x12,5 megabit per szekundum, 512-es csomag méret esetén 64,3x43,7 megabit per szekundum, 1500-es csomag méret esetén 49,3x81,2 megabit per szekundumot sikerült elérni. A MikroTikhez bendítés segítségével 1,6 millisekundumos pingidőt mértünk, a TCP downloadunk 123 megabit per szekundum lett, az uploadunk pedig 111 megabit per szekundum, az UDP downloadunk 169 megabit per szekundum, míg az uploadunk 176 megabit per szekundum lett. Nézzük a mérési eredményeket 80 MHz esetén. A beépített speedtest segítségével átlag 294 megabit per szekundumot per 269 megabit per szekundumot értünk el. Az X-Fon műszer segítségével 68-as csomag méretnél 4,3x15 megabit per szekundumot, 512-es csomag méretnél 68x65 megabit per szekundumot, 1500-es csomag méretnél 98x100 megabit per szekundumot sikerült elérni. A MikroTik speedtest segítségével 1,6 millisekundumos pingidőt mértünk, 174 megabit per szekundum TCP downloadot, 157 megabit per szekundum uploadot, valamint 259 megabit per szekundum UDP downloadot és 284 megabit per szekundum uploadot értünk el. Ez volt a Ubiquiti Rocket 5AC Gen 2 Prismnek a teljesítménytesztje. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, valamint ne felejtsetek el megnyomni a kis csengőt a további értesítésekért. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!